A bőrbe egy jó csatorna, és még a feljátkozás is ingyen van. Öregeim! Itt vagyok újra egy Error résszel, és ez a videó egy kicsit hasonló lesz, mint az előző Incox rész előző héten, de így jött ki, egymástól függetlenül írjuk a forgatókönyveket, nem tehettünk erről, de remélem élvezni fogjátok ezt a videót is. Kezdjük a tizedik ténnyel! 10. A rajzolt maszk. 2009-ben Joey és Matthew betörtek egy házba, de a tulajdonos sajnos elkapta őket, felhívta a rendőröket, és amikor a rendőrök kimentek a helyszínre, azt látták, hogy a két embernek nem volt elég pénze, hogy maszkot vegyen, ezért vízálló edinggel festették be feketére az arcukat. Gratulálok! Megoldotta! 9. A nevetés egészséges. Elérkeztünk a 9. tényhez. 2010 őszén Oak Hillben egy rabló betört egy házba, és nem volt otthon a tulajdonos, ezért fogott minden dolgot, amit szeretett volna, és elindult kifelé a házból, de akkor hallotta, hogy valaki jön befelé az ajtón. Gyorsan felfutott a padlásra. Mondta, hogy oké, megvárom, míg itt elülnek, tévét nézegetnek, és akkor kisétálok a hátuk mögött. De felment a padlásra, a két ember bejött, mármint a tulajdonos meg a barátja, és a tulajdonos elkezdett egy viccet mesélni a barátjának, hogy jaj, de jó lesz. Mit sem sejtett a rabló, elkezdett röhögni. És így lebukott, és a rendőrök elvitték a börtönbe! 8. Ice Age. Elérkeztünk a 8. tényhez, ami az lenne, hogy Spanyolországban, Chillonban, ez valamiért úgy hangzik, mintha egy Pokémon neve lenne, na mindegy, a jó öreg Fernando betört egy ilyen étterembe, fogta a kasszát, itt sétált kifele, és mondja, kellene egy fagyi, visszafordul, és oda sétált a hűtőkamrához, hogy bemegy, vesz egy fagyit, és elsétál, mert úgy sincs senki ott. Jó tervnek tűnt, meg finomnak is, besétált a kamrába, mögötte becsukódott a biztonsági ajtó, és egy éjszaka után, amit ott töltött, a rendőrök kinyitották az ajtót, és sok éjszakát kellett töltenie a börtönben. 7. A kabala ember. Továndában egy ember azt gondolta ki, hogy egy fánkosbolt kabala emberét, tudjátok, hogy így be van öltözve, de lesz is itt kép. Igen, tehát őt megveri, elveszi a jelmezét, és ebben a jelmezben, amit magára öltött, elmegy kirabolni egy benzinkutat. Jó terv! Meg fognak ijedni biztos. Bement, fogta a kasszát, kifele sétált, van az a forgóajtó, tudjátok, ami így megy. Na abba beragadt, és a rendőrök onnan húzták ki, és vitték a börtönbe. Elnézést kérünk öregeink, a forgatókönyvbe egy kis hiba csúszott be, ezért most a 7-es után az 5-ös pont jön. 5. Never say never. Tehát akkor elérkeztünk az 5-ös tényhez, ami arról szólna, hogy a 18 éves Jimmy kirabolt egy házat, fogta az órát, pénzt, mindenféle arany cuccot, meg értékes dolgokat, és meglátott az asztalon 2 darab Justin Bieber koncert jegyet. Mondta, oké, biztos hasznos lehet, eladom, vagy elmegyek rá, vagy nem tudom. Vette, fogta, kiment, pár héttel később elérkezett a nagy időpont, a Justin Bieber koncert ideje. Mondta, van barátnőm, elviszem, jaj, de jó lesz. Elmentek, sorba álltak, kasszához odaérnek. Ott várták a rendőrök, mert azonosították a jegy kódját. Köszönjük szépen! 4. Eye of the Tiger. Elérkeztünk a 4. tényhez. Floridában egy Peter nevezetű ember betört egy 57 éves állatgondozó lakásába, vagy házába, nem tudom, tehát ilyen... Mi sötét? Aaaaaah! A forró! Ez tényleg c***i forró? Az. Aaaaaah! Ez tényleg c***i forró? Már rá erre! Na tehát betört ennek az állatkerti gondozónak a lakásába, rátartotta a fegyvert, hogy nesze, add ide a pénzed, meg minden. Az állatgondozó, az öreg bácsika, nem mondhatom még öreg bácsikának, na mindegy, elég nyugodtnak tűnt, és ez nem tette Petert boldoggá. Egyszer csak meghallotta egy fura hangot. Van. Na mindegy, tehát meghallott egy fura hangot, azt hitte, hogy egy kutya, már igazából ez is elég nagy baj lett volna neki, de később megtudta, hogy ez egy tigris, mivel egy tigris tartott ez az állatgondozó bácsika a lakásában, inába szállt a bátorsága és futott a helyszínről. Csia! 3. Facebook fail.
Elérkeztünk a harmadik tényhez. Ugye az, hogy a betörők a Facebookot használják, mert ott megtalálhatóak a legtöbb ember címe, nyaralási időpontok is megtalálhatók, amikor nincsen otthon a család vagy bárki. Ez azért szerintem elég egyértelmű mindenkinek. Na mindegy, a következő emberünk ezt használta ki, vagyis félig. Tehát betört egy házba ez a okos ember, meglátta, hogy ott van megnyitva a Facebook a gépen. Oda ment, megcsekkolta, hogy mik a dolgai az ő Facebook profilján, mármint a sajátjába jelentkezett be. De amikor elhagyta a gépet és a házat is egyaránt, akkor elfelejtett kijelentkezni, és így sajnos elkapták. Everyday on Facebook. Kettő. Két banda, egy banda. Na tehát, a következő tény az lenne, hogy Pittsburghban egy nagyon figyelemre méltó véletlen egybeesés történt, mégpedig az, hogy két banda kigondolta egymástól függetlenül, hogy ők azonos időpontban ugyanazt a bankot ki fogják rabolni. Oda mentek a bankhoz, bement az első banda, kicsit korábban pár perccel, megfogta a zsákmányt, kinyomta a biztonsági kamerákat, meg mindent, és amikor kifelé sétáltak, jött be a másik banda, bementek, és a második bandát ott várta a rendőrség a bankban. Első. Andrew Buckland. Elérkeztünk az első tényünkhöz, ami egy olyan szinten hülye emberről szól, hogy az már hihetetlen. Tehát ebben a rablásban egyszerűen minden rosszul ment. Úgy kezdődött az egész, hogy egy maszk nélküli ember besétált egy bankba, hogy ő azt kirabolja egy műanyag pisztollyal. De hogyha ez még nem lenne elég hülyeség, egy rakáson sorba állt a rossz pulthoz, amikor sorra került, akkor átnyújtott egy papírt a dolgozónak, amin ez állt. Vigyázzat, ez egy rablás. Adják ide a pénzt, fegyverem van. Aláírás, Andrew Buckland. És nehogy azt higgyétek, hogy a hülyeségnek itt van vége. Ezt egy neki címzett levélre írta, ami rajta volt a címe, a telefonszáma, a neve, mindenféle adata. Jó, megy tovább a történet. Figyeljetek! Odaadta az izét, mondta neki az ember, hogy üljön le, várja meg, kihozza a pénzt. A sunyi, rafinált kis dolgozó odament a vészjelzőhöz, megnyomta, kijöttek a rendőrök. Mivel az Andrew az ott ült szépen, mert mondta, hogy üljön le és ott várjon, várt a pénzére, elfutottak előtte a rendőrök, mert ugye hogy látnának meg egy ilyen maszk nélküli kis műanyag kis pisztoly előtt ülőnk így Bugisémi! Gyereket! Nem tudok Minecraft-ozni még most se! Bugisémi! Egy jó hely, de sosem engedik fel Brandon. Elfutottak előtte csak úgy. Kis keresés után szóltak neki, hogy oda mentek hozzá, és amíg várt a pénzére börtönbe ment ki! Börtönt kapott, nem pénzt. Ennyi lett volna ez a videó. Itt a bal oldalon megnézhetitek az előző Inkox részt, mármint a múlt heti részt. A másik oldalon, az a jobb oldalon megnézhetitek az előző Error részt, ami a... miről is szólt? Na mindegy, valamiről szólt, az biztos, nézzétek meg, nagyon ajánlom. Csöregei! Yeah.